Önök a heti szemlét, a Debreciner Podcast média ajánlóját hallják. Az elmúlt hét legfontosabb, Debrecinerben megjelent anyagok mellett vidéki, független partnerlapjaink írásai közül is válogattunk. További részletekért keressék fel a debreciner.hu-t. A híreket felolvassák Kántor Ujvári Gerda és Berecki Boldizsár, a Debreciner újságírói. Köszönjük a figyelmet! Sérelemdíjat szeretnének, és a késedelmi kamatokat kérik. Hegedűs Péter volt polgármester úgy látja, nem ők, hanem a kormányhivatal és a minisztérium hibázott, a dolgozók követelése pedig jogos. Varga Marina, a város új, fideszes polgármestere és a hajdubihari főispán nem válaszolt a megkeresésünkre. Zekelászló László, debreceni ügyvéd, az érintett személyek jogi képviselője a Debrecénának elmondta, az első 47 keresetet már be is nyújtották, a többi pedig folyamatban van. A dolgozók a napokban ugyan megkapták az elmaradt fizetésüket, de a több hónapig tartó nélkülözés komoly nehézségeket okozott nekik, ezért döntöttek a perindítás mellett. Mint mondta, egy dolgozó a munkáltató súlyos szerződés szegésére hivatkozva rendkívüli elmondással élt, neki jár a végkielégítés és a felmentési időre járó fizetés is. Hegedűs Péter, a város most vezetője a Debrecinának arról beszélt, hogy szerinte a pedagógusok követelése jogos. Úgy látja, az ügyben nem az önkormányzat, hanem a kormányhivatal és a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium hibázott. Arra a kérdésünkre, hogy a közösen Balmazújvárosért képviselő csoport támogatja majd a perenkívüli megegyezést, Hegedűs elmondta, nem látja az újváros vezetésen azt az összeszedettséget, amely szükségeltetne az eredményes tárgyaláshoz, de támogatják a perenkívüli egyességet, ha ezt a városanyagi helyzete engedi. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke a Debrecénának elmondta, teljesen jogosnak tartja az alkalmazottak keresetét, különösen azért, mert egy kúriai döntés szerint az állami normatívát meg kellett volna kapnia az önkormányzatnak. Meg akartuk húzgálni az oroszlán bajszát, és közben az oroszlán megdöglött. Új hajdúsági polgármesterek a Debreciner podcastben. Hajdú Böszörmény, Hajdunánás és Vámos Pécs új vezetője országossá terjeszteni a saját településükön már sikerre vitt változást. A 2024 es önkormányzati választások jelentős változásokat hoztak Magyarország, azon belül pedig Hajdú Bihar megye életében is. Egyrészt sosem fordult még elő korábban, hogy az újonnan megválasztott testületeknek az ezúttal június 9-én tartott voksolást követően csak nem négy hónapig kelljen várniuk a hivatalba lépésükig. Most ez történt, az új önkormányzati ciklus ugyanis csak október 1-én kezdődött el. Másrészt Hajdúbihar több településén is leváltották a Fideszt, olyan városokban is, amelyekben évtizedek óta voltak hatalma. A Debreciner Podcast 4. évadának 5. adásában Bódi a Hajdunánás, Görögné Bocskai Évával Hajdúböszörmény, valamint Kosti Mihály a Vámos Pécs új polgármesterével beszélgetett polgártó Tamás, a Debreciner újságírója. Ha nincs szabadság, nincs szerelem. Bemutatták Rizs Lilla könyvét Debrecenben. Az alumni fesztivált ugyan jó részt elmosta az eső, de a könyvemutatókat és a dedikálásokat megtartották. Szombat délután Rizs Lilla, az Aki nem lép egyszerre című új könyvéről beszélgetett a Debreceni Értem főépülete előtti színpadon. A Debreceni Egyetem idén első alkalommal rendezte meg az alumni fesztivált 2024. szeptember 28-án, szombaton. Az eseményen az intézmény egykori és jelenlegi hallgatói és dolgozói, valamint azok hozzátartozói vagy ismerősei vehettek részt előzetes regisztrációt követően, ám a könyvmutatón bárki részt feltett. A regény is abban a korszakban játszódik, amikor Lilla egyetemista volt. A szerző a beszélgetésen elmondta, gyakran jártak a hallgatótársaival demonstrációkra, ez többször előkerül a kötetben is. Tüntetésekre jártunk, és úgy éreztük, hogy egyre több lyukat fúrunk a falba, majd egyszer csak összeomlott a fal, fogalmazott a szerző. Felőszerelt egy hajléktalan gátlós padot a Debreceni szikra. A szervezet arra buzdítja a város lakóit, hogy vegyenek részt a többi érintett pad kiegészítésében is, a kihelyezett tasakokba pedig tegyenek tartós élelmiszert a hajléktalan személyek számára. Ahogy arról korábban a Debreciner beszámolt, valakik, véhetően egy önkormányzati cég munkatársai fénypántokat rögzítettek több debreceni köztéri padra is, Nyilvánvalóan azért, hogy a hajléktalanok ne tudjanak feküdni ezeken. A Szikra Mozgalom debreceni tagjai október 1-én egy sajtótájékoztató keretében egy új ülőfelületet szereltek rá az egyik hajléktalan elhárítós padra, egy Széchenyi utcai buszmegállóban. Dombi Mihály, a Szikra debreceni tagja elmondta, Debrecenben több mint 400 hajléktalan ember él, a számuk akár a 6-700-at is elérheti. Ehhez képest a város szociális ellátórendszere 325 férőhelyen rendelkezik. Úgy látja, az ellátási rendszerben dolgozók ugyan mindent megtesznek azért, hogy az érintettek életkörülményei a lehető legjobbak legyenek, az önkormányzat azonban nem biztosít elegendő forrást erre a célra. Itt óvatosnak kell lenni? Azt már egy hete tudjuk, hogy Orbán valójában mit gondol az orosz inváziós erőkkel szembeni honvédő harcokról, 1956-ról, a magyar nép áldozatairól. Elmondta Balázs. De hogyan vélekednek mindenről a kormánypárt helyi vezető politikusai itt a keleti végeken? Pocsin Zsolt publicisztikája olvasható a debreciner.hu felületén. A vidéki független partnerlapjaink cikkei következnek. Az országos hírű tündérkert hányatott sorsa, a közművelődés önkéntes városi napszámosa és a lebontott kalandpark szerepel többek között a független vidéki média heti sajtószemléjében. További témákként az olvasók figyelmébe ajánlunk egy magyarokat is érintő osztrák választási beszámolót, egy hirtelen megszüntetett rádióműsort, egy megáldott nőverszállót és egy listát, amely azoknak az országgyűlési képviselőknek a neveit tartalmazza, akiknek megszámláltattak a napjai. Borsot 24. Egy Miskolci tündérmese, avagy mikor nyithat újra az országos hírű csodapark. Rövid pályafutás alatt számos látogatót vonzott, és sokan a csodájára jártak az egykor virágzó Diósgyőri tündérkertnek. Majd egyszer csak bezárt a kávézó, megállt a körhinta, megszűntek a programok, mára pedig még a szép faburkolat is eltűnt a sétautakról. A Borsot 24 utána járt. Mi történik jelenleg a parkban, és hogyan alakulhat a sorsa a jövőben a látványosságnak, amelyet egy emberként szerette visszaszerezni a város összes lakója. Elnyugat. Hirtelen megszűnt a polgármesteri vízi című műsor. Amint hivatalba lépett az új polgármester, Pinter Bence, az önkormányzati tulajdonú Győr Plus rádióban megszűnt a polgármesteri vízi című műsor. Szeptember elején Dézsi Csaba András az őt támogató civil szervezet vezetőjét, Panda Ákost helyezte a Győri Közszolgálati Média élére, aki azonnal átalakította a rádió műsorait. Természetesen megértem, ha Panda Ákos, a Győr Média ZRT irányítója felelős vezetőként alig hallgatott műsorokat megszüntet. Írt a reagálásában Pintér Bence, Győr új polgármestere. Írja az elnyugat.hu. Kecsap. Megáldották, átadták, elfoglalták a közel háromszoros áran elkészült új kecskeméti növérszáló épületét. A 2022-ben bejelentettek képest közel háromszoros áron, mint egy másfél milliárd forintból épült meg a csütörtök délelőtt ünnepélyes keretek között átadott kecskeméti nővérszálló. Takács Péter, egészségügyi államtitkára megnyitó nem nagyon hangsúlyozta az uniós forrásokat, ugyanakkor felhívta a figyelmet az általa ősszel beterjeszteni kívánt szakdolgozói kompetencia csomagra, amely alapján a jól képzett felsőfokú és egyetemi végzettségű szakdolgozók olyan beavatkozásokra, terápiás lehetőségekre kapnának jogosultságot, amelyeket eddig csak orvosi diplomával lehetett megtenni. A részleteket a kecsapírek hírek cikkében olvashatja. Nyugat. Az Ausztriában dolgozó magyarok is megérezhetik az ottani választásokat. Ausztriában a szélsőjobb populista szabadságpárt nyerte a múlt vasárnapi választásokat, az idegenellenességet és orosz barátságot hirdető szervezet a szavazatok 29,1%-át kapta. Ha a Fidesz politikáját nézzük, akkor létrejöhet egy magyar-osztrák-szlovák-orosz barát koalíció, amely egész Európa politikai irányvonalát befolyásolhatja. De hogyan hat ez az ausztriai magyar munkavállalókra? Burgenlandban is győzött a szabadságpárt, majdnem az országossal egyező arányban. Meglepő, hogy sok magyar munkavállalót foglalkoztató tartományban ilyen sok szavazatot lehet szerezni az idegen ellenességgel. Ausztriának egyelőre szüksége van honfitársainkra, de nem nehéz észrevenni a vendégmunkásokkal kapcsolatos barátságtalan hangnemet írja a nyugat.hu. Szekeder. Lázár kalandparként építette, már a játszótérként bontja le. A hódmezővásárhelytől 10 km fekvő, de a városhoz tartozó, egyébként ártérben épült Mártei kalandparkot tavaly még felújították, alig egy évvel a rekonstrukció után idén viszont már ki sem nyitott, és hamarosan teljesen el is fogják bontani, számolt be a Szegeder. A hódmezővásárhelyi önkormányzat éveken át milliókat költött rá. Bár első ránézésre tényleg egy mezei játszótérről van szó, Kalandparként mégis belépőt kértek a látogatóktól korábban, amit aztán Márkizaj Péterék töröltek el, akik át is minősítették a területet játszótérré. A városvezetés máshol építene új, szabványosabb játszóteret a lebontott helyett. Szó so, 24. Országgyűlési képviselők, akiknek meg lehetnek számlálva a napjaik. A hazai független sajtó szerint a júniusi választások után akkora lehet az elégedetlenség a belül, hogy a következő ciklusra több tucat, konkrétan 40 regnáló képviselő távozhat az országházba. Kubatov Gábor pártigazgató egy rendezvényen szintén arról beszélt, hogy az eredményekből kifolyólag evidens, hogy 2026-ra az egyéni képviselőjelöltek egy részét lecserélik. A Szó24 megszavaztatta az olvasóival, hogy a mennyében mandátummal rendelkező Pócskálai Herceg kovács négyesből kiknek kellene távozni a másfél év múlva. Veszprém kukac. Nagykarcsi az örök Veszprémi. Nagykarcsi apró kis győzelmeivel, a társadalmi nyilvánosság megteremtésével írta be magát Veszprém történelmébe, fogalmazott a Veszprém kukac elmaradhatatlan, minden tudó füzetével, melyet már az évek hosszú során csak a sóhaj tartott össze, hóna aktuális plakátta, folyóiratta, vagy könyvel szágoldott a belváros utcáin. Mindenhol ott volt, mindenről mindig tudott hallott, ezért lehetett képben. Így volt képes izgalmas, friss témában jártos szociológusokat, filmrendezőket, költőket Veszprémbe hívni. Többnyire fillérekért. A város kulturális életének, közművelődésének egyik legfontosabb önkéntes mozgatórugóját a napokban az egyetemen ismét láthatta a közönség, de ezúttal nem ő tette fel a kérdéseket, hanem őt kérdezték. Ezt a média ajánlót a Debreciner stábja készítette. Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, kérjük fizessenek elő online újságunkra a debreciner.hu címen. Köszönjük, hogy minket hallgattak, a viszonthallásra!